Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Tovább fejlődik Nyíregyházán a déli ipari park és környéke, 192 milliárd forint jut különböző beruházásokra. Ezzel is foglalkozunk a mai alkalommal, de előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Sport és honvédelem. Újfehérton tartották a Szemere lövészverseny döntőjét. Prevenció a Debreceni Egyetemen, a mély nyakrák szűrések fontosságára hívták fel a figyelmet. Átfogó ipari beruházás, 192 milliárd forint összértékű fejlesztés Nyíregyházán. A Honvédelmi Sportszövetségnek az a célja, hogy minél több fiatalt megszólítson a hazavédelmében. Erről Simicskó István, a szervezet elnöke beszélt az Újfehérton megrendezett Szemere Miklós három tusa lövész csapat versenyen. A viadalon 12 csapat vett részt, amelyek közül a Magyar Honvédség Bocska István 11. páncélozott Hajdú Dandára érte el a legjobb teljesítményt. A döntő utolsó percei a Szemere Miklós három tusa lövész csapat versenyen Újfehértón. Egy perc állt rendelkezésre a célpontok bemérésére, majd további 5 perc a lövésekre a körülbelül 5,5 kilós 22-es Beretta típusú gépkarabéllyal, támaszték nélkül Szabadvárról. A 12 döntőbe jutott csapatból első helyezést ért el a Magyar Honvédség Bocskai István 11. páncélozott Hajdú Dandár, egyéniben viszont a fiatal korosztály érte a legmagasabb pontszámot Tóth Kitti és Kósa Dávid személyében. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, korábbi honvédelmi miniszter, a díjátadón azt mondta, jelen pillanatban Magyarországon közel 10 000 kadét van, ami tekintettel a pályaválasztási mutatókra a leghatékonyabb toborzó erőt jelenti a honvédség számára. Emellett 497 tagszervezet működik a Honvédelmi és Sportszövetség keretén belül, amelynek zöme lövészegylet. A Honvédelmi Sportszövetségnek az a célja, hogy minél több fiatalt megszólítson a hazavédelmének ügyében, és lehetőséget teremtsünk arra, hogy megtanuljanak lőni, küzdősportokat gyakorolhatnak, technikai sportokat űzhetnek. Nemrég hoztuk létre a drón tagozatot egyébként, figyelve az orosz-ukrán háborút is. Tehát próbáljuk segíteni a honvédségnek és a honvédelmi minisztériumnak a munkáját ilyen módon is. A társadalom felé való nyitásnak a lehetősége ilyen módon adott, kultúrát körülmények között, és itt Újfehértón nagyon jól működik, szinte 100%-os kihasználtsággal ez a honvédelmi sportközpont. Van még 4 helyszínünk ezen kívül, reméljük, hogy további építése is folyik majd ennek a rendszernek. Azt szeretnénk, hogy valamennyi megyében legyen egyébként ilyen honvédelmi sportközpont, ahol a fiatalok kipróbálják önmagukat. Az embernek minden nemzedékben megvannak a különböző adottságai, képességei, ezeket lehet fejleszteni, edzéseket, tréningekkel tovább növelni, olyan kompetenciákat szerezni, amellyel minden nemzedék hasznos tagja lehet a társadalomnak, és adott esetben, ha harca kerül a sor, ne adja Jóisten, hogy arra kerüljön, akkor tudják alkalmazni ezt a tudást. Tehát én nem látok olyan. Tehát nem szabad lesajnálni a mai fiatalokat. Igenis, okosak, felkészültek, tehetségesek a fiatalok, csak lehetőséget és alkalmat kell nekik adni, hogy kipróbálhassák önmagukat. Ezt nyújtjuk mi, tehát a Honvédelmi Sportszövetség és a Honvédelmi Sportközpontok, hogy ezt a lehetőséget önmaguk kipróbálására, önmaguk megismerésére és egyfajta többlet képességek megszerzésére megtörténhessen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos munka, nagyon hasznos tevékenység. Örülök annak, hogy egyre több kadétunk van egyébként, tehát ez egy középiskolás korosztályra vonatkozó speciális képzés, ezt még annak idején 2017-ben indítottuk útjára, ennek köszönhetően közel 10 000 fiatal választotta már a kadétképzést. Tehát a nulláról sikerült fölépítenünk egy komoly rendszert. A Honvédelmi Sportszövetségnek 497 tag szervezete van, ennek zöme egyébként lövészegylet, lövészklubból áll, és természetesen ez bővülő létszám, tehát folyamatosan jelentkeznek újak és újak, tehát egy igazi nagy ernyő szervezetté tudtunk válni. Én bízom benne, hogy ha nem is értük még el azt az időszakot, ami az MHS időszakában volt, hiszen akkor egy lövészversenyen mondjuk egy évben több mint 2 millió ember vett részt, de itt is most már nagyon szépen alakulnak, hiszen a mai lövészverseny is erről szól, ez egy sorozat, egy versenysorozat, Szemere Miklós lövészverseny, Szemere Miklós kupátnak neveztük el ezt a versenysorozatot, ugye Szemere Miklós egykori nagy elődünk, országgyűlési képviselő volt a 20. század elején, és 1903-ban ő építette az első lövőházat Veszentlőrincen saját vagyonából, saját pénzéből, és az volt kiírva a bejárat falára, hogy a bejárat fölé, hogy építettem a magyar ifjúságnak, hogy tanulja megvédeni a hazát. Tehát szerintem az, hogyha az emberek tudnak lőni, és ezt természetesen fegyelmezett keretek között teszik, hiszen azért itt
minden szabályt be kell tartani, akkor ezzel nincsen gond. Azzal erősödik a hazának a védelme, és természetesen igyekszünk felkelteni a fiatalokban azt az érzést, azt a kedvet, hogy szeressék a hazájukat, szeressék a szülőföldjüket, és ha kell, akkor védjék is meg, és hogyha akár úgy akarják, akkor hivatást is választhatnak, hiszen akár tartalékos katonák, szerződéses vagy hivatásos katonák is lehetnek. Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője, valamint a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke úgy látja, sikerült intézményi és infrastrukturális hátteret biztosítani a fiatalok hazafias nevelésére, valamint arra, hogy a küzdősportok és lövészet iránt érdeklődők közös helyen tudjanak gyakorolni. Az újfehértói honvédelmi sportközpont az ország első három sportközpontjai között készült el néhány évvel ezelőtt. Emlékeim szerint a második vagy harmadik volt, amely elkészült, és azt szerettük volna fiataloknak üzenni a létesítmény elkészítésével, felépítésével, hogy várjuk őket, mármint a fiatalokat a küzdősportokban, mert hogy itt lőtér és egy küzdősportterem is található. Várjuk őket, mert a hazának nagy szüksége van a fegyvert forgatni tudó fiatalokra, és szeretnénk, hogyha betelne élettel ez a sportcentrum is, ezért Újfehértóról kerékpárutat építettünk, megújult a Kossuth utca egészen a lőtérig, ilyen formán könnyen elérhető a fiatalok, és nyilván a sportolni vágyó idősebb generációnak is ez a sportcentrum. Remélem, hogy a küldetését ez a sportcentrum, honvédelmi sportcentrum betölti. A 2021 végén átadott újfehértói honvédelmi sportközpont az első ilyen típusú létesítmény volt az országban, amely Veres Andrea lőtérvezető szerint beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Nap mint nap meg tudjuk tölteni a honvédelmi sportközpontot, azt ki kell emelnem, hogy az újfehértói az első honvédelmi sportközpont, amely az országban megépült, úgyhogy egy nagyon különleges helyzetben vagyunk, most már a harmadik évünket kezdtük meg ebben a működésben. Alapvetően általános és középiskolás diákokat fogadunk, és mind a lőtéren, mint pedig a küzdősportterembe próbálunk színes programokat biztosítani számukra, és természetesen nagyon fontos számunkra a kadét program és a kadétok megjelenése, nekik azért sokkal komplexebb programokat szoktunk nyújtani. Azért, hogy tényleg a társadalom minden szegmensét tudjuk vonni, ezért családi napokat szervezünk, illetve a gyerekeknek honvédelmi sporttáborokat, ezzel is részt tudnak venni magán a foglalkozásokon. És hát ezen a versenyen viszont az volt a célunk, hogy egy kicsit a rendvédelmi szerveket hozzuk közelebb egymásthoz. Tehát mind a katonasság, mind a rendőrség, mind a katasztrófavédelem, és kiemelt szerepet kapva a kadétok is részt vettek ezen a versenyen, és az volt a célunk, hogy ők egy kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz. Amikor a kollégámmal, Tóth Szabolcsal, a honvédelmi nevelésért felelős munkatársammal megálmodtuk ezt a versenyt, akkor először egy házi versenynek indult, és tényleg az volt a célunk, hogy a generációkat hozzuk egy kicsit közelebb egymáshoz, és az első forduló úgy történt, hogy meghívtuk a legnagyobb olyan rendvédelmi szerveket, amelyek mind a Hajdú-Bihar vármegye, mind pedig a Szabolcs-Szatmár vármegyében tevékenykednek. Ezek után 15 csapat gyűlt össze, és a mai fordulóra a legjobb 12 tudott bejutni, tehát így alakult ki ez a döntő részvétel. Nagyon fontos, hogy együtt legyenek a különböző generációk, hogy együtt tudjanak versenyezni, hogy megmutassuk azt, hogy ők is ugyanolyan versenyzők, ők is ugyanúgy izgulnak, és talán a hivatásukon kívül is tudnak egy kicsit gyakorolni és lőni. Másrészt talán akármennyire érdekes, de a társadalmat hozzuk közelebb mégis a honvédséghez, hiszen rengeteg kadét versenyzik, és ezeknek a kadétoknak javarésze azért is fontos számunkra, hiszen akár a katonaság egy nagyszerű életpálya modellt és egy hivatást adhat nekik, úgyhogy ezeket a gyerekeket is szeretnénk felkarolni. Újfehérton kívül 4 azonos típus tervvel készült honvédelmi sportcentrum működik az országban, Balassagyarmaton, Szarvason, Szigetváron és Baján, és a helyszínek mindegyikén lehetőség van a 22-es kaliberű pisztolyokkal és puskákkal való gyakorlás mellett az íjászatra is.
A hagyományok szerint minden év januárjának harmadik hete az európai ményakrák megelőzési hét. A kampányhét során ismét gyöngyöt fűztek a Debreceni Egyetem egészségügyi karának oktatói és hallgatói, kiállva ezzel betegnőtársaik mellett, felhívva a figyelmet a prevenció, a szűrés fontosságára. Az elmúlt heti programokról, a védőnői szakmáról, valamint a védőnői módszertan és prevenciós tanszéken zajló munkáról most Barabás Ágotával, a tanszék tanársegédjével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Európai ményakrák megelőzési hét és gyöngyfűzés. Miért pont a gyöngyfűzés volt a fontos? A akciókampányunk minden évben gyöngyfűzés köré szerveződik. A rózsaszín és májvaszínű gyöngyök már a országszerte a HPV elleni küzdelmet szimbolizálják, és ez a megelőzésnek a jegyévé vált. És ezáltal, hogy gyöngykarkötőket készítünk, és a kórháznak a nőgyógyászati osztályán kezelt betegeknek, műtét előtt álló, vagy már műtéten átesett betegek számára készítjük ezeket a karkötőket, és ez egy olyan ajándék, amit magával hazavihet, és ezzel erősítve a gyógyulásba vetett hitüket, valamint azt sugallva számukra, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal. Ha rákos megbetegedés, akkor ez a rákos megbetegedés mennyire sújtja a nőket? A Magyarországon a nőket és a férfiakat is egyaránt sújtja a daganatos okozta megbetegedés. 2020-ban Európában a leggyakoribb volt, tehát nálunk volt a legmagasabb Európában a daganatos betegségek, illetve a daganatos betegségek okozta halálozásoknak az aránya. A nők esetében az emlő daganatos megbetegedés és a ményak rák okozta halálozás vezető halálokokat foglal el. Tehát az emlőrák okozta megbetegedés áll az első helyen, a ményakrák okozta megbetegedés pedig az ötödik helyen a nők körében. Már pedig folyamatosan azt hallani, hogy ugye rendszeres ellenőrzéssel elkerülhető a ményakrák. Mégis akkor ezek szerint nem járnak rendszeresen ellenőrzésre. Most akkor maradjunk a hölgyeknél, a hölgyek. Igen, tehát a ményakrák egy olyan megbetegedés, ami ellen van prevenciós módszerünk. Az elsődleges prevenciós módszerünk az a védőoltás, annak a felvétele, a másodlagos megelőzési módszerünk pedig a szűrővizsgálat. A szűrővizsgálatnak pedig az a célja, hogy már a preklinikai szakban, amikor a betegség még tüneteket nem okoz, akkor felismerhetővé váljon az esetleges elváltozás. Ez még ilyenkor nem megbetegedés, hanem egy megelőző állapot, és így a terápiás lehetőségek aránya javuljon, illetve elkerülhetőbb legyenek a súlyosabb elváltozások. Valószínűleg amellett, hogy nem járunk eleget szűrővizsgálatra, a rá magyarokra jellemző egészségtelenebb életmód is hozzátartozik ennek a magas aránynak a kialakulásához. Keveset mozgunk, a légszennyezettség nyilván ide tartozhat, az egészségtelen táplálkozás, amik még mind rizikófaktort jelenthetnek egyes daganatos megbetegedések kialakulásában. Viszont, hogyha valaki rendszeresen jár ellenőrzésre, és akkor észreveszik azt, hogy hát itt már valami kialakuló félben van, akkor meg kell ijedni? Nem kell megijedni, de oda kell figyelni. Abban az esetben, hogyha ez még egy kezdeti stádiumban van, tehát még egy rák megelőző állapot találunk szembe, szinte 100%-ban gyógyítható. Sőt, mondhatjuk, hogy 100%-ban gyógyítható. Attól függően, hogy milyen elváltozás áll fenn, attól függ, hogy milyen terápia szükséges. Nem kell megijedni, rendszeresen kell járni szűrővizsgálatra, és akkor elkerülhető a súlyosabb kifejlete a dolognak. 25 és 65 év között 3 évente hívják be a nőket ményakszűrésre, ettől azonban akár egy gyakoribb megjelenés is indokolt lehet bizonyos esetekben, illetve az már az újabb irány maga a HPV vírusnak, a humán papilloma vírusnak a kimutatása, mert a több mint 90%-át ez a vírus okozza a ményakráknak. Legfőképpen két magas onkogenitású típusa, a 16-os és a 18-as szerotípusa, ami ellen a létező védőoltások mindegyiket tartalmazza, illetve attól függően, hogy melyik típusú védőoltást adatja be valaki,
akár 9 altípus ellen is nyújthat védettséget. Említette, hogy a korai stádiumban fedezik fel, akkor gyógyítható, de hogyan gyógyítható? Nem műtéti úton, ugye? Gyógyszeres kezelése? Hát ez attól függ, hogy a citopatológus által mi a javasolt terápia, milyen stádiumban van ez az elváltozás. Valahol egy újabb kontrollvizsgálat szükséges, megfelelő életmód, ha valaki dohányzik, természetesen dohányzás elhagyása, ez is elősegítheti a folyamat kifejlődését, az immunrendszernek a védelme, vagy lehet akár egy konizáció, ami a méhnyaknak egy részének a kimetszését jelenti. Ez attól függ mindig, hogy a citopatológus mit javasol. Tehát, hogy milyen stádiumban van, már mennyire előre haladott, vagy sem. A cél az európai méhnyakrák megelőzése, hétnek az egyik célja, hogy ne legyen tabu a méhnyakrák szűrés. Miért ez tabu? Sokan még tapasztalják mindig azt, bár reméljük, hogy már egyre kevesebb, hogy ami egy kicsit intimebb dolog, arról nem beszélünk, vagy sokan úgy állnak hozzá, hogy vele ez nem történhet meg, és egy ilyen tabu témaként kezeli ezt az egész szűrővizsgálatot, illetve sokan vannak úgy vele, hogy majd akkor jelentkezik, amikor már valamilyen tünetet észlel magán, de a tünetek azok sajnos nem az elváltozás kezdetén szoktak jelentkezni, hanem már, hogyha fennáll a megbetegedés, olyan tünet lehet például a fogyás, tehát testsúlycsökkenés, egy rendszertelen havi vérzés, vagy pedig a hasi fájdalom. Hogyha rendszeres ellenőrzés, akkor általában azt halljuk, hogy a hölgyek azért rendszeresebben járnak ellenőrzésekre, mint a férfiak. A férfiak gyakorlatilag alig járnak. Mégis akkor jellemző az, hogy a nők nagy része mégsem jár. Tehát... Igen, vannak olyanok, akik ritkábban, mint 3 évente veszik igénybe ezt a lehetőséget, hogy elmenjenek méhnyakszűrésre. És ezáltal volt az egyik kiemelt cél az, hogy vigyük helybe a szűrővizsgálatot, tehát hogy alapellátás keretén belül is elérhető legyen, jelen esetben a védőnő által végzett méhnyakszűrés kisebb településeken, hogy minél magasabb legyen az átszűrtségi arány. Igen, no, akkor beszéljünk a védőnőkről, és az, hogy hogyan jönnek a védőnők a képbe. Akkor ez egy új feladat, ugye? Azért ez nem egy olyan túlságosan régóta kapták meg plusz feladatnak hát a védőnők. Igen, tehát ilyen 2009-2010 környékén indult pilot jelleggel, védőnői mintaprogramként, méhnyakszűrő mintaprogramként, majd beépült nővédelmi alapfeladatok közé. Azóta milyen tapasztalatok vannak? A tapasztalatok azt mutatták a mintaprogram alapján, hogy a védőnők alkalmasak ennek a végzésére. Külföldi minta szolgáltára ott is az alapellátáson belül történnek sok helyen a szűrővizsgálatok, és az eredményeik daganatos megbetegedés, méhnyakrák okozta megbetegedésben pedig alacsonyabbak, mint nálunk. És azt mutatták az eredmények, hogy erre a védőnők alkalmasak, és a programnak van létjogosultsága. Hát nem tudom, számadatok mennyire támasztják alá, hogy akkor kevesebb hölgy szenved méhnyakrákban? Az eredmények, tehát ez egy lassú javulás várható. Nyilván ehhez idő kell, és nem csak a védőnői méhnyakszűrés hozhatja meg ezt az eredményt, hanem maga a szűrővizsgálat. A lényeg az, hogy elmenjen egy szűrővizsgálatra, teljesen mindegy, hogy kihez, véleményem szerint vegyen részt a legkésőbb 3 évente egy hölgy méhnyakszűrésem, de ehhez kell az egészségtudatosságot növelni az emberek körében, ebben is a védőnőknek, mint prevenciós szakembereknek nagy feladatuk lehet, és ezek együtt hozhatják meg azt, hogy hogyan javul majd az arány. Természetesen vannak javuló tendenciák, de még mindig magas, tehát 300-400 haláleset történik évente méhnyakrák okozta megbetegedés következtében. Most végig a méhnyakrákról beszéltünk, de azért a védőnőknek van más preventív feladatuk is. Melyek ezek? Ha a nővédelem keretein belül maradunk, akkor a szervezett lakossági szűrővizsgálatok kapcsán, népegészségügyi célú szűrővizsgálatok kapcsán az emlőszűrésben is kiemelt feladatuk van, illetve egészségfejlesztés kapcsán, a közösségi egészségfejlesztés, de hogyha szűkebben vesszük, akkor akár a gyermekek körében, várandúsok körében, a nővédelem mellett a várandús gondozás egy kiemelt feladat, illetve a csecsemő kisgyermekvédelem, a szűrővizsgálatok,
és az iskolai védőnőnek az ifjúsági védőnői feladatok ellátása. A védőoltások tekintetében is vannak feladataik, tehát elég sokrétű szerte ágazó, generációkon átívelő családgondozást végeznek. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Köszönöm szépen. Jelentős kormányzati támogatásból fejlesztik tovább hamarosan Nyíregyházán a déli ipari parkot. A beruházások összértéke 192 milliárd forint. A beruházások tervezése 3 ütemben valósul meg 2025 év végéig. Az elképzelések szerint tovább bővíthetik az ipari park úthálózatát, felújítják a közeli Butyka és Nyírjes település részek útszakaszait, és elkerülő utakat építenek. Emellett fontos környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve kiépül a terület csapadékvíz és ivóvíz hálózata, a teljes szennyvíz elvezetési és tisztítási infrastruktúra, valamint egy önálló szennyvíztisztító is. Így néz ki most a déli ipari park Nyíregyháza határában, ahová a várakozások szerint a következő években olyan világcégek fognak betelepülni, amelyek ezres nagyságrendben teremtenek új munkahelyeket. A kormány és a HIPA döntésének köszönhetően soha nem látott mértékű kormányzati támogatásból csaknem 192 milliárd forint értékben végzik el az ipari park fejlesztését, amely során kiemelt szerephez jut a környezetvédelem és a fenntarthatóság. A városvezetés az elmúlt 10 évben a Nyírség víz ZRT-vel közösen számos fejlesztést megvalósított, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ipari park fejlesztésének első fázisa gyorsan le tudott zárulni. Galambos Sándor a projekt bemutató sajtótájékoztatón azt mondta, a város vezetése kezdettől fogva együttműködött a Nyírség víz szakembereivel, így minden szükséges feltételnek megfelelnek az elképzelések. A város vezetése első pillanattól bevont minket a projektbe, tehát mind a tervezési fázisban felmerülő kérdések, műszaki paraméterek, szolgáltatói elvárások be tudtak épülni a tervezés, tehát a projekt tervezés folyamatába, így biztosítva azt, hogy a későbbiek folyamán fel tudjunk készülni arra, hogy a megépülő új akár felszínvíztisztítómű, akár a megépülő új hálózatok hogyan miként kell majd üzemeltetni. Én azt gondolom, hogy a városvezetés azzal, hogy bevont minket a projektbe, a tervező cég folyamatosan konzultált velünk, így biztosítva lesznek azok az elvárások, amelyek szolgáltató oldalról, és hát a üzemeltetés lakosság szempontjából fontos üzemeltetési paraméterek mind teljesülni tudnak. A szennyvízes projektek keretében nem csak a hálózatok újultak meg a városban, hanem egy új szennyvíztisztító telep, az úgynevezett kettes számú szennyvíztisztító telep is megépült, illetve egy megyében egyedülállónak mondható központi komposztáló telep is. Ezek a fejlesztések teremtették meg azt, hogy az ipari parkos projekt első ütemében szinte fejlesztések nélkül el tudtak indulni a beruházások. A ivóvizes fejlesztés vonatkozásában egy felszíni víztisztítómű kerül kiépítésre, amely a felszín alatti vízbázisok védelmét tudja szolgálni, hisz az ipari parkos vízellátás teljes egészében a felszíni víztisztító műből kerül kiszolgálásra. Ez biztosítja azt, hogy a jelenleg meglévő vízbázisok ugyanúgy a lakosság vízellátását tudják biztosítani hosszú távon. Nyíregyháza vízellátását három víztisztítómű biztosítja, a Kótai, a Paszabi, illetve a Nyírteleki vízműtelepről tisztított, illetve bejutatott víz. Ugye a Tisza víze úgy került képbe, hogy a Tisza-Bercel határában felszíni vízkivételi mű kerül kialakításra, ott lesz egy felszíni víztisztító mű, és egy több mint 20 kilométeres vezeték révén tud bejutni Nyíregyházára, illetve Nyíregyházán belül pedig az ipari parkba kerül elvezetésre. Ez a víz hasonlóképpen lesz megtisztítva, mint egy ivóvíz, csak ugye ez egy felszíni vízből, és ugyanúgy, ahogy az országban van több helyen is, hogy felszíni víztisztító által előeltett vízből nyerik ki az ivóvizet, itt ugyanúgy tudjuk ezt biztosítani majd. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, a lehető legszigorúbb monitoringrendszert tervezték meg, amelynek egyik garanciáját az jelenti, hogy az ipari parkot a Nyír VV fogja üzemeltetni. A polgármester azt mondta, nem csak az ivóvíz, de a szennyvízrendszer sem fog találkozni a lakossági szolgáltatásokkal. Mi egyébként már 2 évvel ezelőtt, amikor az egészet megterveztük,
akkor azt gondoltuk, hogy az az ivóvízbázis nem fogja érinteni az ipari park fejlesztése vízszükséglete. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Kétféleképp. Egyrészt a Tiszától hozunk ide felszíni vízt, másrészt, amit már bejelentettük, a tisztított szennyvíz fogják használni ezek a cégek. A kínai szamvoda be is jelentette, hogy az ő vízszükségre, ipari vízszükségletének a 90%-át ebből fogja fedezni. Emögött persze nagyon komoly fejlesztési programok vannak. Nagyon jó, hogy 10 évvel ezelőtt megépítettük a nyírségvíz 2. számú szennyvíztisztító telepét, de annak a további modernizálása az ipari park igényekre applikációja, az még most következik. Természetesen már a tervezés előtt gondoltunk az ipari park majdani működtetésére, ugye 130 hektárhoz vettük 640 hektárt, és ezt fejlesztjük. Ezért olyan szerződést kötöttünk a beruházókkal, hogy négyzetméter arányosan euróban meghatározott X összeget biztosítanak a majdani szolgáltatás ellenértékeként, ami egyébként a működtetés pénzügyi fedezetét jelenti. Az ipari park fejlesztéséhez hozzátartozik a közúthálózat fejlesztése, amelynek keretében nagyszálláson körforgalom és kerékpáros út épül, de ugyancsak ehhez kapcsolódik távlati célként a Nyíregyházán kívüli körgyűrű befejezése, valamint a Debrecenbe vezető 4-es számú út 2x2 sávos bővítése. A közútfejlesztés önmagában egy nagyon összetett feladat, ugye jelenti természetesen az ipari park belső úthálózatának a megépítését, kapcsolatát az országos főútvonalokhoz, az M3-as autópályához, vagy a 2x2 sávra tervezett bővíteni 4-eshez, de ugyanúgy például a Butykát Nagykállóval összekötő úthoz, amit már kértünk és megkaptuk önkormányzati tulajdonba, ennek a fejlesztése következik volt. Tehát például a Butykától Nagykállóig sokkal jobb lesz ez az út, és a közlekedés is biztonságosabb. A másik az ipari parttól a Nyíres elkerülő megépítése, és a Kállói útra kimegy majd az út Nagyszállásnál, ott a Kállói úton egy körforgalmat tervezünk. Ugyanúgy fogjuk megépíteni, mint egyébként a Kállói Tünde utcai csomópontba azt a körforgalmat. Ez már ugye egy szélesebb kitekintés, de ha még szélesebbre megyek, akkor ennek része a Nyíregyháza-Debrecen között tervezés alatt lévő 4-es 2x2 sávos bővítése, ennek az ipari park bekapcsolódása, illetve a város körüli körgyűrű bezárása, ugye ez Gyírszőrös és Nyírtóra között hiányzó szakaszt jelenti, aminek a tervezése szintén folytatódik. Mi a szokatlan módon mondták nekem, de a telek elővásárlási szerződésben rögzítettük azokat a környezetvédelmi engedélyhez szükséges paramétereket, amiket vállalnak a cégek. Ez vonatkozik a vízre, a szennyvízre, a levegőre, a talajvízre, tehát mindenre, zajra, úgyhogy ezzel ez egy teljesen szerződésben vállalt kötelezettség, ez egy garanciarendszer lesz annak érdekében, hogy ez ne zavarja a lakosságot. A szennyvíznél van még egy fontos dolog, a 2-es telepünket, ipari parkot összekötjük, tehát nem csak az ivóvíz, a szennyvízrendszer sem fog találkozni a lakossági szennyvízrendszerünkkel. Ez természetesen több milliárdos fejlesztést is igényel. Ugye azt nem mondhatjuk, hogy nem várunk mindenkit szeretettel, de nem mindenkit szeretnénk. Tehát itt nagyon határozott gyakorlatunk van, tehát olyan szennyezett, vegyi szennyezettséggel járó termelést nem akarunk. Bizonyos szempontból minden termelőüzem környezetterheléssel jár, de nem mindegy, hogy hogyan, miként. Tehát olyan követelményeket támasztunk, ami számukra és az ő beruházásaiknál ugyan pluszköltséggel járnak, viszont a fenntarthatóságot, a környezetvédelmet teljes mértékben biztosítják. Aki ezt nem vállalja, azon nem kötünk szerződést. Az ipari park infrastruktúra fejlesztést két társaság konzorciumban valósítja meg három ütemben. Az első ütem közbeszerzési eljárásai 2024. februárjában zárulnak, a kivitelezés feladatainak elvégzésére 12 hónap áll rendelkezésre. Nagyon fontos, hogy az egy-egy város hogyan adoptálja a városba ezeket a befektetőket. Ugye ez jelent munkaerőt, jelent közműigényt, ivóvíz, csatorna és egyéb hálózati terheléseket,
és hogy milyen feltételekkel létesülhetnek, és milyen feltételekkel működhetnek. Ha nem tartják be a feltételeket, akkor mi van? Hogy ezt akkor hogyan, ki hogyan tud beavatkozni? Előre tiszta játékszabályok legyenek és szigorúak. Ebben polgármester úr Pestig elhaladszóan akkurátus volt, és eleinte féltették is, hogy ezek a beruházásokat nem veszélyezteti-e az, hogy ő ennyire keményen tárgyal, most pedig más városoknak is azt tanácsolják, hogy hát akkor tessék úgy csinálni, akkor biztos, hogy a lakosságnak nem lesz problémája, mert igazából el tudja zárni a vizet, hogyha nem tartják a határértéket. Ilyen komplex monitoring rendszer tényleg nem létesült sehol, tehát egyszerre nézzük azt, hogy akkor a csapadékvíz, a csatorna kibocsátás, a talajvíz, a talajszennyezés a forráshoz közel, tehát már a telken belül létesítünk monitoring pontokat. A légszennyezés. Ugye a légszennyezésben is ezek a technológiák, mind a csatorna kibocsátásban, mind a légszennyezésben sajátos dolgokat kell mérni. Tehát az összes nem csak a szabványban előírt, hanem azon túl a technológiára jellemző szigorúsággal is mérjük ezeket az elemeket, és ennek a tervezése mindenképp egy egyedi és olyan, ami jó lesz referenciának, és azt kell mondjam, mert ilyet még nem nagyon csinált senki. Ez mindenképp egy fontos dolog, elképesztő a tempó, tehát igazából a tervezés nagyjából ez év végéig le kell, hogy zajoljon, vagy hogy mondjam szebben, szóval véget kell éljen. El kell készülnünk, egy kis része még áthúzódik majd 25 első negyedévére, de ez véget ér, és ezt követi, ahogy polgármester úr is mondta, a kivitelezési tenderek. Tehát ugye nagyon fontos, hogy mind a három ütem valósuljon meg. Ha félbe marad, az nem jó, tehát nyilván a tiszai felszíni vízkivételi mű és a távvezeték is fontos része ennek az egésznek, akkor lesz egész. Úgyhogy ezt lendületből végig kell csinálni. Ennek az egyik titka az idő. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra. Jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!